Van egy fontos dolog, amire legtöbbször nem figyelünk, tájcsi gyakorlás, vagy csikung gyakorlás közben. Ugye mind a kettő bizonyos szempontból az energiával való munkát jelenti, az energiánkkal való foglalatosságot. Általában a gyakorlatokra figyelünk, arra, amit csinálunk, hogy hogyan hajtjuk végre, és a gyakorlatok és a végrehajtás következménye lesz majd egy belső állapot. Ugyanakkor néha úgy látunk a gyakorláshoz, hogy az elménk az nincs abban a, az állapotban, vagy nincs abban a helyzetben, hogy, hogy fogadóképesebb legyen azokra az energiákra, amikkel dolgozunk. Hogy mit jelent ez? Ha van bennünk nyugtalanság, ha van bennünk rossz érzés, ha van bennünk negatív gondolat, vagy olyan érzelem, ami, ami rezgésében is negatív, ez leválaszt bennünket az energiáról. Tájcsi esetében is, csikungok gyakorlása esetében is, Javasolt egy ilyen ö, belső semleges állapot felvételé, vagy inkább egy ilyen, egy ilyen kellemes pozitív állapot fel, felvételé. Tehát egyfelől az elme elnyugtatása, és a, mondjuk azt, hogy az érzelemtestünk ö, ö, semlegesítése az nagyon fontos. Ugye általában ez egy követelmény, de hát nem nagyon tudjuk mindig, hogy hogyan érjük el. Amikor ezekről a taoista eszközökről beszélünk, akkor például egy ilyen eszköz a belső mosoly, ami segíti ezt a, a belső ellazulást és egyben a megnyilásunkat is a, az energiák felé. Tehát a belső mosolynak, ha kiemeljük csak azt az elemét, ami a a mosolynak a fizikai megjelenése, tehát hogy a, a szánk sarka fölfelé görbül, egy jó és teljes mosoly esetében ez vonatkozik a szemek sarkára is, és hogyha ehhez keresünk egy érzést, ami ezt létrehozza bennünk, akkor a, és ezzel az érzéssel látunk hozzá a gyakorláshoz, akkor a tájcsink és a csikungunk is sokkal eredményesebb lesz. Egy ilyen belső váltás vagy átbillenés az jobban rákapcsol bennünket arra az energiára, amivel dolgozni szeretnénk. Ellenkező esetben viszonylag időigényes és nagy munka, hogy elérjük azt a mentális és érzelmi állapotot, ahol már érezhetjük és élvezhetjük annak a munkának a gyümölcsét, amit a csikung és a tai chi jelent. Tehát figyeljünk arra oda, hogy amikor berekeztünk egy ilyen folyamatba, vagy gyakorlunk, akkor rendezzük a, a gondolatainkat és az érzéseinket, érzelmeinket, hogy megszűnjön a, az energiákról való leválasztódottságunk.